tisztelt kollégáink, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kátai Gábor Kórház 2019. évi Semmelweis napi ünnepségén. Hazánk méltán híres orvosprofesszorának, az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignác születésének napját 1992 óta az egészségügyi dolgozók napjaként tartjuk nyilván, melyen az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes és áldozatkész munkáját ünnepeljük. Ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Kovács Szilvia asszony, Karcagváros alpolgármesterét. Dr. Suba László urat, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont Észak-Alföldi térségi igazgatóját. Nagyné László Erzsébet, megbízott főigazgatóasszony. Dr. Svéda Szabolcs István, orvosigazgató urat. Szabóné Tarnai Lilla, járóbeteg szakellátásért felelős ápolási igazgató helyettes asszony. Zsiga Helga, megbízott gazdasági igazgató helyettes asszony. Köszöntöm Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének tagjait, továbbá minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek a mai napon. Ne feledkezzünk meg azokról a kollégáinkról sem, akik jelenleg is a betegágy mellett dolgoznak. Ünnepségünk elején kérem, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. Törőcsik Lászlóné. Kérem, fogadják őket szeretettel. Édes Rózsám, élet szerelemben.
Balatoni legények, ricate, sárite, libát loptak szegények, ricate, sárite. Nem jól fogták a nyakát, elrikkantotta magát, sári cinge cungeráj, ricate, sárite. Nem jól fogták a nyakát, elrikkantotta magát, sári cinge cungeráj, ricate, sárite. Balatoni legények, ricate, sárite, mákot loptak szegények, ricate, sárite. Nem jól fogták a zsákot, minden szórták a mákot, sári cinge cungeráj, ricate, sárite. Nem jól fogták a zsákot, minden szórták a mákot, sári cinge cungeráj, ricate, sárite. Balatoni legények, ricate, sárite, halászni járnak szegények, ricate, sárite. Hazajönnek vizesen, adnak csókot szívesen, sári cinge cungeráj, ricate, sárite. Hazajönnek vizesen, adnak csókot szívesen, sári cinge cungeráj, ricate, sárite. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, köszöntse az ünnepségünkön megjelenteket. Tisztelt hölgyeim és uraim, egészségügyi dolgozók, ilyenkor nyár derekán ünnepeljük a magyar egészségügyet, a magyar egészségügyi dolgozóit, azokat a szorgalmas orvosokat, ápolókat, asszisztenseket, azokat a gazdasági és műszaki szakembereket, akik a vállukon viszik a magyar egészségügyet. És nem kicsi ez a teher, lehetne azt mondani, hogy van akkora teher, mint egy nagy keresztnek a cipelése. De ebbe a teherbe, ha fáradnak is, fáradhatatlanul dolgoznak. És egy ilyen csodálatos napon ünneplünk közösen, és még különlegesebb ez a nap, hiszen mint egy nagy család szoktuk ünnepelni a Semmelweis napot a Kátai Gábor kórházba, itt Karcagon, közösen. De egy kicsivel ez a mai nap másabb, hiszen eljöttek azok a települési vezetők, azok a polgármesterek, akik ehhez a kórházhoz tartoznak, akiké szintén ez a kórház, hiszen itt vannak Kóhegyesről, Tiszaderzsről, Tiszaigarról, Abátszalókról, Kenderesről, Berekfürdőről. Itt vannak azok a településvezetők, akik szintén maguknak érzik ezt a kórházat. Akik településeiről ide kerülnek a betegek, és ide járnak nap mint nap nagyon sokan dolgozni. Tehát ez a mai nap egy kicsit különlegesebb. Egy kicsit meg lehet mutatni, hogy milyen is ez a kórház belülről, milyen áldozatos munkát végeznek az itt dolgozók azért a 110 ezer emberért, akinek az egészségéért, a jobbulásáért, az étségéért felelnek és áldozatot hoznak. Tehát ez a mai nap egy kicsivel különlegesebb, mint az előző Semmelweis napunk. És bízom benne, hogy egy szokás lesz, egy hagyomány abból, hogy azok a településvezetők is eljönnek, együtt ünnepelnek a karcagi Kátai Gábor kórház dolgozóival. És mindig különleges ez a nap, hiszen úgy lehet eljönni ebbe a kórházba, hogy nem sorolja az ember civil emberként az egészségügyi problémáit, hanem együtt örül az itt dolgozókkal, azokkal a egészségügyi dolgozókkal, akik kitüntetés és jutalomban részesülnek. Azokkal a dolgozókkal, akiknek elismerik az éves munkáját egy kicsivel jobban, mint a többiekét. És azoknak a volt vagy leendő betegeknek öröm ez, hiszen van egy olyan érzés, hogy na igen, büszkék vagyunk. És büszkék vagyunk azokra, akik megyei vagy országos kitüntetést kapnak. Én legalább olyan büszke voltam Zsembeli főorvos úr kitüntetésére, és én is megosztottam a Facebookon, mint ő. És büszke voltam arra, hogy igen, ő letette itt az egészségügy alapjait, ő egy nagy szikla vagy tégla
ebbe a hatalmas épületbe, és büszkék vagyunk mindenarra a dolgozókra, akik itt dolgoznak ebbe a kórházba, mindannyiunk egészségének védelmében. Én szeretném megköszönni az egész éves munkát, és tudom azt, hogy egy oklevéllel, egy kicsi jutalommal, egy köszönömmel nem túl sokra mennek. De hogyha ez szívből jön, ez szívből jövő hála azért a mindennapi fáradozásaért, amiért családtagjainkat, szeretteinket óvják, ápolják és gondozzák, én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog elmondani, nagyon fontos kimondani, hogy a társadalom hálás az egészségügy dolgozóinak. Hálás a mindennapi munkáért, hálás a magas szintű szakmai tudásért, és hálás azért az önzetlenségért, amit fáradhatatlanul néha a családjuk, néha a magánéletük rovására megtesznek mindannyiunkért. És kicsi és pici hála az, hogy egy napon, a Semmelweis napon ezt megköszönjük önöknek. Én szeretném megköszönni, és kívánom azt, hogy ugyanilyen szakmai tudással, ugyanilyen szorgalommal, ugyanilyen odaadással és fáradhatatlanul vigyázzanak ránk, óvjanak, ápoljanak bennünket, és nézzék el a rigójáinkat, amikor betegen, türelmetlenül itt vagyunk, mert egyik ember ilyen, másik ember olyan, az egészségügyi dolgozó pedig nem ilyen, olyan, hanem kitűnő, szorgalmas és fáradhatatlan. Én ezt a munkát szeretném önöknek megköszönni, és hát egy ilyen kórházban mit lehetne kívánni önöknek? Nagyon jó egészséget önöknek és családtagjaiknak együtt. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és együtt ünnepelhetek önökkel. Egy nagyon fontos dologról elfelejtettem bejelentést tenni. Múlt héten felhívtak a minisztériumból, és mondták, hogy megtörtént egy meghallgatás, egy nagyon fontos meghallgatás, ami érinti a kórház életét. Meghallgatták a főigazgató jelölteket. A maximális 25 pontból Nagyné László Erzsébet 25 pontot kapott a bizottság részéről, és megerősítették abban, hogy július 15-től főigazgatója lehet ennek a kórháznak. Én azt gondolom, hogy nem volt kétség, nem volt vita, hiszen az elmúlt időszakban megmutatta azt, hogy hogy lehet irányítani, hogy lehet jól irányítani ezt az intézményt, és azt látom, hogy az a meghallgató vizsgabizottság is, aki őt meghallgatta, elismerte azt a szakmai tudást, elismerte azt a felkészültséget, amivel rendelkezik. És nem árulok el titkot, volt másik pályázó, az fele annyi pontot sem kapott, mint főigazgató asszony, tehát ezt vártuk el, a maximális pontszámot, és itt a Semmelweis napi ünnepségen szeretnék neki gratulálni, és július 15-től már az aláírásához nem kell oda tenni, hogy MB, megbízott, hanem csak egyszerűen a Kátai Gábor kórház főigazgatója, és ehhez szeretnék gratulálni főigazgató asszonynak. Hanem csak több munkát. Köszönjük képviselő úr szavait. Felkérem Potos Panászló térségi igazgató urat, köszöntse a megjelent vendégeket. Bevallom őszintén, hogy képviselő úrnak ez a utóbbi hozzáfűzése, ez egy picit átírta a mondandómat, mert hogy én tagja voltam annak a elbíráló bizottságnak, amely meghallgatta a főigazgatóasszonyt, és hát valóban brillírozott, és sokkal-sokkal többet nyújtott a meghallgatáson, mint a másik jelölt.
de ugyanezt tudom elmondani gazdasági igazgató úrról is, akinek szintén szeretettel gratulálunk, úgyhogy mind a ketten július 15-től valóban kinevezett és nem csak megbízott vezetői lesznek ennek a kórháznak, és akkor most az üdvözlet. Tehát tisztelt képviselő úr, tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt településvezető, kedves kollégák! Kérem engedjék meg, hogy dr. Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont főigazgatója és a magam nevében is tisztelettel köszöntsem Önöket ezen a mai ünnepnapon, és gratuláljak az elismerésben részesülőknek. Ugyanakkor én is köszönetet mondjak Önöknek, köszönetet mondjak azért a mindennapi áldozatos, kitartó, következetes embert próbáló munkáért, amit minden nap folytatnak betegeink érdekében. Vörös Marti írta, hogy mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért, Önök minden nap ezt teszik, amikor a legnemesebb hivatást a betegeken, a szenvedőkön, a rászorultakon való segítés hivatását gyakorolják. Ahogyan ezt tette a ő saját korában, de kora meg nem értésétől övezetten, de mégis valami hihetetlen kitartással, következetességgel és küldetéstudattal Semmelweis Ignác is, nem véletlen, hogy éppen az ő születésnapja, ugye most volt a 201. tehát hogy éppen az ő születésnapja lett az egészségügyi dolgozóknak az ünnepnapja. Ugyanakkor azt is tudniuk kell, hogy a mindennapi munkájukban és küzdelmeikben nincsenek magukra hagyva, mert Magyarország kormánya teljes súlyával ott áll az Önök háta mögött, és mindent igyekszik megtenni lehetőségeihez képest azért, hogy Önök minél nagyobb anyagi elismertségben, minél jobb körülmények között, minél magasabb technikai színvonalon végezhessék a munkájukat. De elindult az egészségügyi dolgozók béremelése, amit folytatódni fog a továbbiakban. 500 milliárd forintból megújult a vidéki egészségügyi infrastruktúra nagy része, vannak még azért fehér foltok, ami a jövő feladatát képezi, de a nagy része megújult. Mentőállomások újultak, meg is épültek újonnan szerte az országban, mentőautók tucatjai álltak újonnan forgalomba. 700 millió forintból elindult most már az Egészséges Budapest program is. 2010-es kormányváltáshoz képest 770 milliárddal költünk többet egészségügyre, és a jövő évi költségvetés az ágazat számára az ideitől 184 millió forinttal tartalmaz többet. Arra szeretném Önöket kérni, hogy amikor majd a ünnepség végén visszatérnek a mindennapokba, akkor ugyanazzal az áldozatkészséggel és ugyanazzal az alázattal szolgálják tovább a betegeinket, ahogyan tették ezt idáig is. Menjenek majd, hiszen küldetésük van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük térségigazgató köszöntőjét. Felkérem Majdné László Erzsébet, megbízó főigazgatóasszony köszöntője megtartására. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, alpolgármester asszony, térségigazgató úr, igazgató ura, igazgató helyettes asszony, kedves meghívottaink, tisztelt településvezető. Nagyon örülök, hogy, ahogy képviselő úr elmondta, hogy a mai napon azért egy kiváltságos, és reméljük, hogy hagyományteremtő is lesz. Ugye az intézményünk területi ellátási kötelezettségébe tartozó települések vezetői is elfogadták meghívásunkat, és eljöttek a mai rendezvényünkre. És reméljük, hogy a protokoll részt követően maradnak egy kicsit a délutáni programon is, és belelátnak abba az életbe is, amit a mindennapokban, a betegápolásban, és a mindennapokban, a családban és a társaságban, egymás társaságában eltöltenek a kollégáink, kolléganőink. Ma már hagyomány, hogy egyfajta főzőversenyt rendezünk a szervezeti egységeknek, és mivel igen jó hangulatba telnek a délutánok a kerti ünnepség keretében, ez már igen komoly versenyszintre nőtte ki magát, tehát díjazással mindennel együtt. Egyedül a vizsgabizottság
az, aki ezt nem feltétlenül élvezi a végére, mert mire mindent megkóstol, addigra igen-igen eltelítődünk mindannyian, de nagyon finom ételeket főznek, és nyilván ebben is látszik az együtt dolgozásnak az eredménye. Az, amit minden nap végeznek itt az intézményünkben az egészségügyben dolgozók, és remélem, ahogy az térségigazgató úr is mondta, az a kormányzati álláspont és elképzelés folytatódik, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem az egészségügyben dolgozók minden egyes dolgozónak a bérrendezésére sor kerül a lehető közeljövőben. Ezen munkálkodik a kormányzat is, hogy hogyan tudnák ezt segíteni. Nyilván a Semmelweis nap egy ünnepnap, csak úgy, mint az ápolók napja minden évben, amikor megünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, és úgy, ahogy itt már elhangzott, némi díjazással, jutalommal elismerjük az elmúlt évi munkákat. Ugyanakkor nálunk az is hagyomány, hogy a 25-30-40 éves jubileum jutalmat, akik ezen idő alatt betöltötték, azok a 18 és fél éves kollégák is kijönnek, és megköszönjük az ő munkájukat is, nem véletlenül. Azért is, hogy ne legyen ez a jubileumi jutalom egy papír, egy beérkező pénz a számlára, hanem igenis mindenki tudja, hogy ő az, aki kijön ide a mai napon, az elmúlt egy évben hány évet dolgozott már le az egészségügyben. Hányszor szedte oda magát áldozatkész munkájával, szolgálta a betegellátást, és szolgálja ma is. Nyilván ezeken az ünnepeken, illetve minden évben a Semmelweis napon Kátai díjasra is tesznek javaslatot az intézményben dolgozók. Én nagyon örülök, hogy a mai napon is lesz Kátai díjasunk, és majd erre a mögöttünk lévő emlékkőre az ő nevük is felkerülhet rövid időn belül. Úgy gondolom, hogy Semmelweis Ignác nevéhez fűződően fontos kiemelni, hogy az elmúlt évben azon túl, hogy több humán erőforrás és egészségfejlesztési pályázatot nyert, és folyamatban van a végrehajtása az intézményünkben, és a járóbeteg szakellátás fejlesztése is folyamatban van. Azon túl sikerült egy olyan pályázatot már végrehajtanunk, ami a betegbiztonsághoz kapcsolódik, és talán valamilyen szinten, nem valamilyen szinten, 200 év táblatában Semmelweis Ignác elképzeléséhez 104 darab kézfertőtlenítős adagolót szereztünk be, és építettek be az intézménybe. Én azt hiszem, hogy ez magáért beszél, és ezúton is szeretném, hogy a lobby tevékenységet nem elég korán kezdeni, bejelenteni képviselő úrnak is, hogy szándékunkban áll folytatni a betegbiztonsággal kapcsolatos elképzeléseinket, és egy most kiírt június 25-et követően beadható pályázatban az infektológia fejlesztést megvalósítani az intézményben. Én nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek a mai rendezvényünkre, és hát délután még többen leszünk. Mindenkinek nagyon szép napot, további munkájához, illetve a nyugdíjasoknak további pihenéshez nagyon jó egészséget kívánok, és családotokban nagyon nagy szeretetet. Köszönöm, hogy meghallgattam. Felkérem dr. Svéd a Szabolcs István orvosigazgató urat a Semmelweis napi megemlékezés megtartására. Nem véletlen, hogy Semmelweis Ignác a legismertebb magyar orvos a nagyvilág. Korszakalkotó jelentőségű felismerése anyák és csecsemők megszámlálhatatlan sokaságát mentette meg az elmúlt másfél évszázad alatt, amióta rájött a gyermekágyi lázokára. Maguk a boncolást végző orvosok viszik át a fertőzést a szülészeti osztályon fekvő anyákra. Saját korában nem fogadták el a kutatásait, őrültként, kitaszítottként, ellenségként kezelte az orvostársadalmat. Legyőzte a kort, de nem győzte le a kort. Semmelweis Ignác Fülöp 1818. július 1-én, 201 évvel ezelőtt,
10 testvér közül 5-én született. A középiskolai tanulmányokat a székesfehérvári Ciszterci Szent István gimnáziumban és a Budai Egyetem katolikus gimnáziumában végezte el. Egyetemi tanulmányait 1837 őszén a bécsi jogi fakultáson kezdte, majd még abban a tanévben átiratkozott az orvosiparra. Az első évet ott végezte el, majd a Pesti Egyetem másod-harmadéves hallgatója lett. A negyedik-ötödik évfolyamot ismét Bécsben végezte. Már korán magára vonta tanárainak, különösen Rokitanszkinak és Kodának a figyelmét. Rokitanszki német származású korbonsznok engedélyével éveken át szinte naponta látogatta az anatómia részleget és végzett számtalan boncolást. 1844. május 21-én Bécsben kapta meg az orvos doktori diplomáját botanikai doktori értekezésével. Majd még ebben az évben augusztus 4-én szülészmesteri oklevelét is átvehette, és egy évvel később sebész doktorrá avatták. Ezután rögtön tanársegédi állást kapott Johann Klein professzor szülészeti klinikáján, a bécsi közkórházban. Néhány nappal később Breit orvostanár, akinek helyére korábban felvették, visszatért, így Semmelweis elveszítette állását. 1847-es szakmai utazása közben fájdalommal értesült barátja, kollégája haláláról, aki boncolás okozta vérmérgezésben hunyt el. Eltöprengett, és még az év márciusában felismerte, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta, és az, amelyet gyermekágyi láz néven ismertek, azonosak. Már Bécsben, majd 1851-től a Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus eljárás előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a klórvizes kézmosás a kézen boncolás utáni hullafagot eltünteti. A klórmész oldatos kézmosást antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak a vizsgálatok előtt. Szinte ismeretlen magyar szülészként csak szélmalomharcot folytatott a kor tekintélyes, különböző, ma már bizonyítottan téves elméleteket hirdető szülészeivel szemben. Már évekkel halál előtt magatartásában furcsaságok mutatkoztak, a felfedezése óta kialakult súlyos önvád mellett a támadások még jobban próbára tették megviselt idegrendszerét, amely 1865. júliusára elmezavarrá súlyosbodott és augusztus 13-án meghalt. Semmelweis Ignác alakját Chicagóban is megörökítették, a világ 10 legnagyobb orvosa között Louis Pasteur és Wilhelm Konrad Röntgen társaságában a Nemzetközi Sebész Tudományi Múzeum patinás épületében áll a halhatatlanok között szobra, együtt az általa megmentett anyával és annak kicsinyével. Karcagnak is van egy Semmelweis Ignáca, mégpedig a 141 évvel ezelőtt elhunyt dr. Kátai Gábor nagykun orvosot. Az azonos korban az 1800-as évek közepén éltek, és életútjukban számos párhuzam fedezhető fel. Kátai Gábor és Semmelweis Ignác is Bécsben folytatta tanulmányainak egy részét. Mindketten fiatalon, még 50 éves koruk előtt, Kátai 46 éves korában, Semmelweis 48 éves korában elhunyt. Mindkét orvos egy baktérium okozta, súlyos, halálra végződő betegség után kutatott. Kátai Gábor 1873. évi kolera járvány idején kormánybiztosnak nevezték. Semmelweis Ignác egyes nyomtatott formában megjelent dokumentumait az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította, míg Kátai Gábor tudományos munkáinak egy része hungarikum. 1992 óta július 1-e Semmelweis Ignác születésének napja a Magyar Egészségügy napja, amit 2011-től munkaszüneti napnak nyilvánítottak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók számára. A Semmelweis nap ünnep keretében ezen a napon jutalmazzuk elismeréssel a kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozókat, illetve köszöntjük a jubiláló kollégákat. Mai napon délután az ünnepség folytatódik, és majd
Jövő héten, vasárnap, július 14-én ér véget a római katolikus templomban az egészségügyben dolgozó élőkről és elhunytakért tartalmat is. Köszönjük Orvos igazgató megemlékezését. A díjak, elismerések átadása következik. Felkérem F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Kovács Szilvia alpolgármester asszony, dr. Suba László térségigazgató urat, Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony, dr. Svéda Szabolcs István orvosigazgató urat és Szabóni Tarnai Villa ápolási igazgató helyettes asszonyt a díjak átadására. A Kártai Gábor Kórház igazgató testülete a 2019. évi Semmelweis nap alkalmából munkájának elismeréseként Kártai díjat adományoz dr. Szatmári Sándor főorvos részére, megköszönve több évtizedes munkáját, elhivatottságát, a betegekért folytatott tevékenységét. Igazgatótestületi dicséretben részesíti Bíró István mosodai dolgozót. Konyhai dolgozót, Csordás Ferenc festőt, Lászlóné asszisztenst, Szabó
Néné Kállai Erzsébet asszisztens. Kenyeres Nikolett számviteli előadót. Tennék kisegítőt. Kun Judit ápolót. Marian ápolót. Mester Imre gipszelőt. Mária ápolót. Nemes Mónika ápolót. Jánosné ápolót. Orosz Mónika asszisztens. Rácz Sándor, koncmester.
Idősebb Szabó Ferenc beteghordót. Kórház megbízott főigazgatója munkáltatói jogkörénél fogva 2019. július 5-től főorvossá nevezi ki Debreceni Inesz a szakorvost. És elismerésekben részesültek. Kabai Anna Mária, diplomás ápoló, emésztőszervi-endoszkópos szakasszisztens részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate díjat adományozott. Andrásné ápolónő részére a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetősége kimagasló szakmai és egyesületi munkássága elismeréseként elismerő díszoklevél kitüntetést adományozott. Hazakasné Kis Ilona ápolónő a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szervezete az egészségügyben végzett 40 éves munkájáért elismerésben részesítette. Dr. Lakatos Linda főgyógyszerész az 54. Rozsnyai Mátyás emlékversenyen második helyezést ért el. Rozsnyai Mátyás emlékverseny célja, hogy a gyógyszerellátásban dolgozó fiatal gyógyszerészeket a mindennapi szakmai munka mellett a tudományos igényű kutató munkára is ösztönözze. A verseny lehetőséget nyújt az előadói és a vitakészség fejlesztésére is. A Leszkő Karcagi helyi szervezetének elnökasszonyát a következő díj átadására köszönjük.
Kálmánné Nagy Hajnalka, orvos-diagnosztikai laboratóriumi analitikus, a MESZ karcagi helyi szervezetének küldötte a laboratóriumi diagnosztikai szakmai tagozat koordinátora részére a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis nap alkalmából kimagasló munkájáért MESZ elismerő oklevelet adományoz. Megkülönböztetett tisztelettel gratulálunk dr. Zsembeli József nyugalmazott főigazgató úrnak az életműdíj átvételéhez. Kátai Gábor Kórház igazgató testülete 25 éves közalkalmazotti munkájának elismeréseként oklevéllel jutalmazza Bakón és Ebők Tünde asszisztenst, Lászlóné ápolónőt, Cirok Györgyné konyhai dolgozót, Szent Annai Tünde ápolónőt, Fórián Julianna ápolónőt, Kálmánné Nagy Hajnalka szakasszisztenst, Kocsis Lászlóné ápolónőt, Konc János műtősegédet, Kovácsné Harmat Mária Ibolya ápolónőt, Kusnyáné Birkás Magdolna szakasszisztens, Magyar Tibor, szociális munkás.
Lászlóné ápolónőt. Csoportvezető betegszállítót. A Kátai Gábor Kórház igazgatótestülete 30 éves közalkalmazotti munkájának elismeréseként oklevéllel jutalmazza Nagyné László Erzsébet megbízott főigazgatót. Csapó László beteghordót, Csontos Árpádné asszisztens. Thank you.
Kovács Mónika ápolónőt. Márti Elek Zoltánné ápolónőt. Nagyné Márkus Mária ápolónőt. Attila Ferencné.
Házi Éva. Zárásaként kérem, énekeljük el a szódatot.